gyerekek, befakoltunk mindent, indulunk. Jó lesz, nem? Jó. Nagy kaland lesz, az biztos. Már csak elölülhetnék. Nagyon jó lenne együtt elölülni, megfogni egymás kezét, és amikor már az autópályán vagyunk, és egyenesen megyünk, egy baromi jó zenére üvölteni egyet, hogy elindultunk! Tudod, ez olyan jó. Erre vágytam. Legyen egy ilyen, hogy így megadjuk az egésznek a löketét, hogy igen, akkor most kezdődik el minden, mert eddig mindenről csak beszéltünk, és jaj, most sírok. Tényleg? Jó, ne sírjál. Hanyadika van ma? Március? 9. Március 9-e van, és indulunk. Ha Münchenben jártok, Bajorországban, akkor léber, kéz és zsömlét mindenképp éltek a legfinomabb a világon. Úgy gyerekek, még 250 km van hátra. Ez azért kemény. Ez Köln, Manó. Itt vagyunk Kölnben, Manó. Megérkeztünk. Centrum felé megyünk. Várj, csak 300 méter, akkor itt is ki kell mennem. Itt focizom, Deutzban. Tudod, hogy hol focizom egyébként? Lehet, hogy... Ott benn kb. Bal oldalon van a munkahelyem. Ott innen 2 percre. Látod is, hogy a balra nézel. Igen. Ott a fehérrel szembe lesz, ott az a narancsárga, ott látod ott? Az a munkahelyem ott. Jobbra, nézd jobbra. Ott van a dóm, meg ott van azon a hídon, ahol nem egyel, hanem 2-vel arrébb ott van a lakatunk. Ezek azok a drága lakások, amiket már mondtam neked. A Lukasz Podolszkinek is ott van lakása például. Hú, Manó, tudom, hogy hova foglak elvinni. A Csokoládé Múzeumba. Jaj, igen, a Csokoládé Múzeumba el fogunk menni. Úristen! Hallo, ich bin Adele. Was machst du? Was ist los? Was ist los? Kostellos. Jó, itt vagyok, kincsem. Első közös reggelink itt Kölnben. Úgy elaludtam a nyakam, gyerekek, az első éjszaka, hogy konkrétan nem tudom így jobbra fordítani a fejemet, csak így. Te hogy aludtam? Hát, nem olyan jó egyébként. Könnyen aludtunk a kanapén, itt aludtunk. Ez a kanapén. Meg hát ugye... Legalább 3-szor fogad kellene a nekánhoz, akit vissza kellett altatni, és néha még be is engedtem magam mellé. Kisgyámmal elmentünk hozni reggelit anyának. A sonka. Aha, sonka. Tojás. Nekem az egy szalám is az, amit te szeretsz. Azt mondom, hogy nem értem. Nem, most már... Kóstolom meg. Mit csináljunk ma? Séta. Oké. Adél kezdi megszeretni Kölnt. Behoztam a sétáló utcába. Mondom, kezded megszeretni Kölnt. Behozzalak a sétáló utcába, és kezded megszeretni Jó, Kölnt. Jó, hát nyilván mindenki ezt szereti a legjobban. Mindenki ezt szereti a legjobban. Igen, azért az ugye tudja barátról nézem, mert hogy megint nézelődhet a kis kirakatokban. Hú, egy jó cipő, hú, egy jó ruha, jó, egy jó kis farmer. Vasárnap van, és kijöttünk kicsit sétálni. Felfedezni Adélékkal a környéket, majd megmutatom nekik, hogy akkor mi hol van. Most egyébként a Zülpicher plac környékén lakunk, ez szinte teljesen a belváros. Itt van rögtön a Kölni dóm, meg a Neumarkt, Heumarkt, tehát ez tényleg olyasmi, mintha most azt mondanám, hogy Magyarországon a Deák környéke. Tehát teljesen, vagy Budapesten a Deák környéke. Lejöttünk még most este egy picit sétálni, és az a helyzet, gyerekek, hogy meg kell állapítanom, hogy az egyik kedvenc városom Köln. Tehát, hogy annyira lüktet ilyenkor este is, és hogy annyira jó impulzusokat ad, és olyan menő boltok vannak, és olyan menő éttermek, meg tényleg minden, nem? Tehát, hogy a pont az előbb az Adél nézte, hogy a manikűr, pedikűr, a fodrászat, hogy mindennek van egy ilyen stílusa. Kicsit azt érzem egyébként, mint Amsterdamban. Tehát nekem így Amsterdam a wow kedvenc városom, aztán utána Köln és Budapest, tehát ez a top 3. 7:30 és így, érzem a nyüzsit, jó, nyilván a belvárosban lakunk, de hogy így jó lüktetése van a városnak.
Ezt nézzétek! Waffelnes! Nutella, Weiss, Pika, Apfel! Na jó, menjünk ide be! Azt a minden itt gyerekek, ezt! Mennyire, meg milyen stílusa van ennek, hallod? Ennek a boltnak? Ez egy rózsaszín felhő, egy vattacukor, egy mennyország. De tényleg, így tényleg akarok jönni minden nap, de nem lehet. Ez hihetetlen, azon, akik imádják az édességet, ez a hely az... Ez az a mennyország. Maga a bűnözés. Valami isteni gyerekek. Hopp. Ez gyerekek isteni volt. Nagyon jó volt. Nagyon nagy bűnözés volt mondjuk, így este 8-kor, vagy mennyi az idő. De néha muszáj, hogy megengedjünk magunknak ilyeneket. Mert ő boldogság hormonokat termel. Jó kedved lesz tőle, pozitív leszel tőle, úgyhogy néha muszáj. Ugye, Manu? Én még a Magyarországban járok. Köszönöm.